Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakító című műsorában. Mai napi vendégeim, hát nem először és gondolom nem utoljára, Juhász János Zoltán, szeretettel köszöntlek, és Dávid Gyula. Ez a két úriember a bűnös abban, hogy létrejött a nagy, gigantikus Trianon film. Persze a bűnös azt keményen macska körmök között. Létrehoztak egy fantasztikus filmet, és ennek a filmnek most már megtörtént az első pár bemutatása az országon különböző részein, és erről szeretnél titeket faggatni, hogy most mi volt a benyomásatok, hogy volt a, milyen volt a reakció az embereknél. Én egy ilyen bemutatáson voltam, én tudom, hogy nálam az lelkileg annyira hatott, hogy éjszaka közepén fölébredtem, és órákon keresztül nem tudtam elaludni, mert annyira hatott a lelkemre. De gondolom ezzel nem voltam egyedül, úgyhogy parancsolj el. Köszönöm szépen, János, köszöntöm én is a Hun Televízió nézőit, és nagyon örülök megint, hogy itt lehetünk, és a köszönetemet ezt tényleg nagyon komolyan szeretném aláhúzni sokszor, mert most visszatekintve az elmúlt egy évre, valójában az egyetlen média volt a Hun Televízió, amelyik támogatott bennünket, amelyik teret adott ennek a filmnek, és amelyik pozitív véleménnyel segítette, és természetesen a Hun Televízió nézőinek is nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon sokan segítették a munkánkat közülük. Az a bemutató, amelyiken te voltál, ugye az még ilyen privát házi vetítés volt, igazából mi is ott kóstolgattuk, vagy kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen hatással van a film az emberekre, hogy tényleg benne van-e az, amit szerettünk volna. És hát ahogy nálad is ilyen nagyon érzékeny húrokat vagy érzelmeket indított el, azt tapasztaltuk az első vetítéseken is, hogy ez történt. Na és jött Keszthely. A film készítése során is többször elmondtuk az előző riportokban is, hogy mindig azt éreztük, hogy a Jóisten a tenyerén hordozott bennünket. Tehát, hogy ennek a filmnek el kell készülnie, és hogyha ezt csináljuk lelkesen, akkor áldást kapunk. És hát ez történt a Keszthelyi bemutatóval is, mert addig, amíg gondolkodtunk azon, hogy hát most akkor hogy lehetne majd egy olyan filmszínházat keresni, így pikpak jött, hogy a Keszthelyi Balaton Színház felajánlotta, hogy október 23-án saját műsoraként, saját programjaként felteszi a színház műsorára, és levetítik. Nos, hát hatalmas élmény volt, mert egyrészt közeltelt ház volt a földszinti Zsőjéken, 350 hely volt, és hát készítettünk egy kis videót is róla, talán látszik, hogy 40-50 Zsője talán üresen maradt, és ültek még az emeleten is. Mi nagyon élveztük a filmet Gyulával, de hát ami utána jött, az elképesztő volt. Hát ütemes vastapssal fogadta a nézőközönség. Kiderült a kérdésekből, hogy a közönség fele, legalább fele több mint 200 kilométert utazott erre a bemutatóra. A szünetben és a filmvetítés utáni beszélgetésekben rengeteg gratulációt kaptunk, és ezek közül a nagyon értékesek voltak számunkra a fiataloktól érkező gratulációk. Már ott a nézőközönséget nézve nagyon boldogak voltunk, hogy láttuk az arcokon, hogy az átlag életkor olyan 40-50 év között van. Sok 20-as éveibe járó fiatal is volt. Na, a Keszthelyi premier után egy héttel Békés Csabán vetítettünk, és hát a mi szerény eszközeinkkel tudtunk ennek csak kampányt csinálni, és Békés Csabán a megyei könyvtárnak egy termébe vetítették le a helyi szervezők, és ott is a terem képességéhez mérten szinte telt ház volt, 40-50 ember. Hát kérdezzem meg, ugyanaz a reflexió volt Békés Csabán, mint Keszthelyen? Igen. Mert ugye Békés Csaba az egy tót etnikumú bizonyám, település. Bizonyám. Azoknak lehet, hogy másképp más a hozzáállásuk. Bizonyám. Amikor, ez egy általános most már, ez a pár vetítés után, hogy amikor vége a filmnek, akkor az emberek nem akarnak felállni. Tehát olyan hatása van, hogy ott maradnak, és
megdermedten igen, 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 és ez történt Békés Csabán, és ott is aztán beszélgettünk a helyiekkel, ott is voltak fiatalok, sőt a fiatalok között kifejezetten olyannal is találkoztam, aki kutatja a magyar történelmet, Trianont is, tehát kvázi szakemberrel is beszélgettünk. Nagyon fontos, hogy sehol nem, hogy is mondjam, azzal illettek bennünket, hogy ezt kihagytuk a filmből, meg azt kihagytuk, de ezt mindenhol elmondjuk, hogy persze, hát eredetileg 6 órás lett volna a film, amiben szintén nem fér bele minden, azt kellett 3 órát, tudtuk először 3 órára, és akkor még 2,5 órára lefűrészelni, hogy egyáltalán levetíthető legyen egy ilyen programban. Hát persze, hogy kimarad belőle rengeteg dolog, de a nézőpont, ahonnét nézzük az eseményeket, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt, és hogy ez hogy hat a mai napjainkra, és hogy mi az eredménye ennek, ez egy olyan fontos üzenet, amit eddig még így nem fogalmaztak meg. És ettől sokkolnak be az emberek. Aztán most nagyon hálásak vagyunk, mert a Benczúr Ház Budapesten szintén otthont adott a filmnek. Ott rendszeresen lenne vetítés, lett volna. Ugye mai nap megtudtuk, hogy kiárási tilalom lesz, és bezárnak a színházak, mozik, tehát most minden vetítés, ami elő volt készítve, az sztornó bizonytalan ideig. De a Benczúr utcában is nagyon pozitív, és utána a beszélgetés alig akart vége lenni. Tehát már úgy volt, már nem tudom, már egy órát beszélgettünk a filmt, és nem akartak elmenni az emberek. És most legutóbb Egerben az Agria mozi vetítette le, ami szintén nagyon nagy élmény volt, mert hogy hát egy profi mozi. És hát nekünk is gyönyörű volt a hang, a kép, viszont itt is az történt, hogy az emberek nem akartak utána elmenni, és kérdéseket tettek fel, és itt a felvétel előtti beszélgetésben én említettem is, hogy azóta forog így a fejemben, az egyik néző feltette azt a kérdést, hogy na jó, és most mit tegyünk, vagy mit csináljunk ezzel, vagy most akkor hogy legyen? És azóta is ezen gondolkodom, ugye mi egy filmet készítettünk, és nem a megmondó emberek vagyunk, tehát nem tudjuk megmondani, nem a mi dolgunk pontosabban, hogy megmondjuk, hogy mi legyen, de hogy Trianonnal foglalkozni kell, és hogy ezt meg kell érteni, hogy mi történt akkor, ez azért nagyon fontos, mert a mai napig hat. És akkor, amikor Trianont azt látjuk, hogy egy csomóan igyekeznek a szőnyeg alá söpörni, hogy jól van, ez most már így van, meg így marad, meg hát ez történt, és akkor most inkább beszéljünk az összefogásról, vagy az összetartozásról. Igen, az összetartozásról kell beszélni, mert itt a Kárpát-medencében élők, nek valóban az a dolga, hogy összefogjanak, de nem Trianon kapcsán kell erről beszélnünk, hanem alapvetően Trianont, ha megértettük, akkor ki kell állnunk, hogy ez egy bűncselekmény, ez egy csalás volt. És amíg nem állunk ki, és nem kérünk, nem is kérjük, nem követeljük a helyreigazítást, a bocsánatkérést, az erkölcsi, legalább az erkölcsi kártérítés, azt utána meglátjuk a többit, addig újból és újból azt csinálnak velünk, amit akarnak. Ha letudták, a 20 millió embert, magyart annak idején tétlenségre tudtak kényszeríteni, mikor az ország 3/4 részét elcsatolták, és némán tűrte kivétel ugye Sopron és Balassagyarban, mert volt ott minta, hogy mit kellett volna csinálni a magyarságnak. És kérem, meg tudták csinálni őseinkkel. Aztán megcsinálták a Rákosi ér alatt azt az elnyomást, azt a terrort, amiről ugye szintén tudunk már valamennyit. De hát a rendszerváltáskor megint az egész ország némán tűrte, hogy kifosztják az országot, a nemzeti vagyont. Most már tudjuk azt is, már még azt is nagyjából tudjuk, hogy kik és hova, hogyan vitték el offshore cégekbe, és milliárd a mi vagyonunkat, az állam, a magyar nép vagyonát.
És ezt is úgy, hát jól van, beszéljünk róla, hát most már ez így van. És mi történik? Eltelik megint egy évtized, és újabb támadás éri a magyar nemzetet ezekkel a devizahitelekkel. Tudjuk, akik foglalkoztak vele, hogy ez egy csalás volt, egy bűncselekmény. És kérem szépen, a bűnösök ma is szabadlábon járnak, és az állam elfedi, eltakarja. És azok a szerencsétlen magyarok, a több mint 1 millió magyar, akik a hitelszerződéseket aláírták egymásért, magukért nem voltak képesek kiállni. Most azért fontos megérteni Trianont, és ezt az egész üzenetet, hogy kik irányítják a szálakat, mert mindaddig, amíg ezt nem értjük meg, újabb és újabb nemzeti vagyonkifosztás, devizahitelcsalás, és bármit előfordulhat és megtehetnek a magyarsággal. És bizony készül a következő nyakleves, itt ugye készülünk a következő választásra, és én viccesen úgy mondom, hogy én nem politizálok amúgy, de azért látva ezt a Gyurcsány Ferit, és készítve ezt a filmet, én azt gondolom, hogy ő a Károlyinak a reinkarnációja. Tehát ettől kártékonyabb embert a magyar politikai élet nem kaphat. És kérem, megint ahelyett, hogy a szabadságvesztését tölteni, semmilyen elszámoltatás, felelősségre vonás, és most megint a hatalomba készül. Tehát nagyon fontos üzenete van a filmnek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, nézze meg. Most, és akkor gyorsan még ezt ledarálom, hogy itt a pandémia és az új kijárási tilalom új helyzet elé állított bennünket, és de el tudtuk már készíteni a Vimeo-n, feltöltöttük a filmet teljes formájában, úgy, hogy... A 3 órásat, vagy a 2,5 órásat? A 2,5 órásat, uh-huh. Hát még ezzel tudtunk elkészülni. A weblapon, a trianonfilm.com oldalon minden információ megvan erről az elérhetőségről, hogy lehet. Valójában ez egy fizetős megtekintés, körülbelül 1800 forintért, hát a csatorna az dollárban számol, 6 dollárért, 48 órán keresztül szabadon megtekinthető a film, akár többször is, tehát nem csak egyszer, hanem akár többször is, és hát ez mondjuk, akkor egy mozi egy áráért lehetővé teszi, hogy otthon kényelmesen a meghívott barátokkal többen nézzék meg, és kívánom azt, hogy ezt minél többen így szervezzék meg, hogy ne egyedül feltétlen csak a családban nézzék meg, hanem hívjanak át egy-két barátot, ismerőst is, és egy közösen nézzék végig, és utána beszéljenek a látottakról. Az egy kis könnyebbséget adjálom az a nézők, mert nem mindenki tudja, hogy mi az, hogy Vimea. Hol tud pontosan rátalálni erre, hogy ezt meg tudja nyitni? Ezt kicsit igen, próbáld. Igen, nagyon szépen köszönöm. A Vimeo az egy ugyanolyan videó megosztó csatorna, mint mondjuk a YouTube, vagy hasonló, tehát alapvetően arra specializálódott az amerikai cég, hogy minőségi videó megosztó legyen. De ez egy fizetős, szóval nektek itt ezért fizetni kell, hogy a filmeteket be tudjátok. Így van, nekünk pénzbe került az, hogy, tehát nem olyan, mint a YouTube, tehát eleve igen, az tudom. Pénzbe került, hogy egy alapcsatornát nyisztassunk, és hogy most egy jobb szolgáltatásokkal bírót ehhez, meg még többet kellett fizetni. Ez most ilyen szempontból részletkérdés, tehát nincs ingyen. Viszont a Vimeo az egész világon elterjedt egy a film szakmában egy márkanév. Tehát az a film, amelyik nem kerül fel a Vimeo-ra, az nincs is leegyszerűsítve. Viszont szavatolja biztonságos, tehát nem lopható el a film, nem, tehát itt a szerzői jogokat és az egyebeket garantál. De ezt nagyon nem is kell a nézőnek így megőriznie, mert mint mondtam, a trianonfilm.com weblapon ott van kihelyezve ez a link, csak rá kell kattintani, illetve hol tekinthető meg a film, tehát több helyen is az oldalon meg beillesztettem ezt az elérhetőséget. Annyi, hogy angol nyelvű, és van egy kis fülecske, hogy rent, bérlet, 6 dollár. Arra, ha valaki rákattint, akkor megnyílik egy panel, amelyiken regisztrálni kell a Vimeo rendszere szerint, de akinek van Facebookja, vagy Google
levelező címe az egy kattintással, vagy a Facebookkal, vagy a Google-al már is be tud lépni, aki nem, annak be kell írni egy felhasználó levelet, e-mail címet, jelszót, és aztán ezután megnyílik az a kis panel, ahol ugyanolyan online fizetéssel, mint ahogy már megszoktuk a webáruházakba, egyekben kártyával, PayPal-lal, bankkártyás fizetéssel ki tudjuk fizetni ezt az 1800 forintot, vagy ennek, mert ennyit von le a számla. Mi magunk is, Gyula is és én is bérbe vettük a filmet, tehát leteszteltük, hogy működik-e, rendben van. És ennyi. És ezt követően, ha egyszer valaki regisztrált, és egy hónap múlva újból szeretné megnézni, akkor már sokkal egyszerűbb, és akkor megint meg tudja nézni. Tehát össze lehet hívni, mondom, barátokat, és többekkel menni. Ugye ez most azért fontos, mert ugye arról is beszéljünk, hogy ugye végül is olyan korlátozó társadalmi intézkedések léptek most érvénybe, hogy se moziba, se, már szinte sehova nem lehet elmenni. Igen. Emberek nem találkozhatnak egymással, minden le van izolálva egyik a másiktól, úgyhogy más megoldás pillanatnyilag nincs is. Így van, ez szörnyű ez az állapot, mert én nekem például nagyon fontos az emberekkel a kontakt. Tehát, hogy a szemébe tudják nézni, és hogy lássam a mimikáját. Mert annyi mindent elárul de ezzel, hogy el van takarva az arcunk, fogalmam sincs, hogy ki ez, akivel beszélek, vagy ő, hogy... Na mindegy, ebben most nem megyünk bele. Lényeg az, hogy azok a meghirdetett vetítések, amelyeket már a weblapon is megjelenítettünk, ezek sajnos a mai nappal törlésre kerülnek, tehát nem tudunk nyilvános vetítést egyelőre vállalni, és senkit nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe hozni, pedig... amire nagyon büszke vagyok, Bábony megyeren egy templomban vetítették volna le. Hát ez, azt gondolom, hogy igen különleges érzés lett volna, és már jelentkeztek is rá. Tehát ez nem lesz, van ez az online megoldás, illetve készülünk arra, hogy a DVD-t gyártassunk, de azzal mindenféle nehézségeink vannak még, de ezeket napokon belül, tehát tényleg ilyen egyhetes távlatban meg fogjuk remélem oldani, és akkor ahogy készül a DVD, erről is majd ez egy dupla DVD lesz, körülbelül 5000 forintos árér, akkor erről is nyilván adunk tájékoztatást, weblapon ezt lehet látni, és akkor akár karácsonyi ajándéknak már egerben ezt kérdezget, hogy feltétlen legyen DVD, mert akkor ő többet venne, mert akkor karácsonyi ajándéknak ezt adná az ismerőseinek, és ez tényleg nem is egy olyan rossz dolog. Nem, abszolút nem. Karácsonyi ajándékként, mert elég komoly üzenete van. Igen. Hát ebből én is vennék egy jó párat, hogyha mondanám, hogy elkerül a dolog. Remélem, hogy egy másfél éten belül ez is most már teljesen megoldódik. Gyulám, te ugye megcsináltad az életművedet ezzel a filmmel, meggyőződésem, most már beszéltünk róla, te is érzed, hogy ez az életed műve. Igen, igen. Mi volt neked ez így van. Mi volt neked az első lelki megélésed, amikor az első vastapson keresztül ment a film befejezése után? Hát mindenképpen egy óriási élmény. Mondjuk ez egy dokumentumfilm, nem feltétlen mozikban szereplő műsorszám, mert ugye tehát kalandfilmeket, játékfilmeket, stb. Vetítenek, tehát dokumentumfilmet nézni egy nagy moziban, az már egy különös élmény, és bizonyos elvárásokat is von maga után, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy rettentő, megható volt az emberek reakciója. A mozivásznon történt bemutató, mert hát különösen mi operatőrök az utolsó pillanatig gyakorlatilag csak tévé képernyőn láthatjuk a képminőséget, meg az egész vizuális anyagot, meg a vizuális beállítást. És akkor az utolsó pillanatban szembesülünk avval, hogy hát egy óriási nagy képernyőn fogják levetíteni, és hát ez mégiscsak hát rangban nem jön egy sokkal kevésbé egy amerikai filmhez, mint egy bármelyik még szerényebb játékfilmhez. Viszont az elvárás az megvan, hogy hát szép és jó minőségű képanyagnak kéne, hogy ott legyen, hogy hát ezt a 2,5 órát, 3 órát
ezt kibírja a néző. Hát ezen nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon sokat terveztük, hogy ez, ennek hogy kell lenni, hát mivel, hogy nem diszponáltunk azokkal a szofisztikált berendezésekkel, amikkel a nagy filmeket csinálják. De hát sikerült megtervezni egy olyan folyamatot, amivel hát gyakorlatilag minimális eszközökkel maximális eredményt tudtunk elérni. Mm. És hát ez nagyon nagy örömöt jelentett, mert hát tényleg a közönség részéről is nagyon sokan gratuláltak a képanyaghoz és az esztétikai megjelenése. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt. Hadd kérdezzem meg, ugye a magyar állam nem támogatta ennek a filmnek az elkészítését. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek dacára nem tervezitek, hogy a parlamenti képviselőknek elküldenétek egy DVD-t? Nagy örömmel bárkinek. Még itt nem tartunk, egyébként Egerben is kérdezték, vagy biztattak bennünket, hogy feltétlen vegyük fel a kapcsolatot a Duna TV-vel, hogy akkor mert ezt a Duna TV-ben kellene. Hát majd itt azért még el kell tenni egy kis időnek, hogy mi is azért kicsit magabiztosabbak legyünk, és úgy merjünk fellépni, de a Gyuszi mondandóját egy mondatba sűrítve, tehát nézve a mozivászon a filmet, hát bizony nem kellett szégyenkeznie, sőt, kihúzhatja magát, bizony, és én is nagyon büszke vagyok az operatőri teljesítményre. Ez egy csapatmunka, hát nem úgy van. Tehát igen. Képileg is, tehát filmes szempontból is elég jól sikerült ez a film. Tehát ami nagyon fontos, az üzenete, a tartalma. De a legjobban engem az érdekel, hogy minél többen nézzék meg. Azért, mert amiről beszéltem, tehát meg kell értetni az emberekkel, hogy mi volt ez a Trianon, és miért hat máig, miért éljük ma újból Európa Trianonját, sőt, az egész emberiség ellen készül egy Trianon. Igen. És tennünk és a, kell. És a hátsó irányító rúgok pontosan ugyanazok, mint ugyanazok. Voltak. Ugyanazok. Igen. Jó, hát akkor én az örülök neki, hogy ezt elmondtátok az első reflexiókat, hogy mik voltak a film levetítése után. Most még röviden, hogy mi lesz tovább, azt most gondolom nehéz megválaszolni, mert ameddig ez a blokád van, hogy nem lehet kimenni, most már a 8 órától reggel ötig ki se lehet menni az utcára. Hát most nagyon meg van nyilválva az embernek a szabadságjoga. Azt nagyon fontos elmondanom, és hogy is mondjam, egy kis magyarázatot adni, hogy ahogy a film megvolt a kesztyűi bemutató, utána mind a ketten Julával azt éreztük, hogy elkészült, de azt is éreztük, hogy nagyon elfáradtunk ez alatt a másfél év alatt, úgyhogy ebben az elmúlt két hétben igencsak lelassultunk. Szóval most nincs az ambíció, hogy annyira hajtsuk, de remélem, hogy hamarosan visszajön. Zoli, még egy fontos kérdés. Amikor készült a keszthelyi vetítés, akkor engem fölhívtak röviddel előtte, hogy hol lehet végre megnézni ezt a filmet, és én mondtam, hogy itt vagy ott meg amott. És akkor azt mondta, de én szeretnék még, ma nem mindén, hanem az a beteg, szeretne még támogatni. Hogy gondoltatok ti arra, hogy kitegyetek a vászon mellé egy ilyen ajándékozó dobozt, ahol még az emberek tudnak tovább támogatni. Mert erre az emberekben megvan az igény, hogy segítsék ezt a munkát továbbra is. És még rengeteg feladat van, ugye le kell fordítani X nyelvre, ezt piacra kell tudni dobni, ez rengeteg pénzzel jár. Igen, mindenhol. Ezt megadtátok, ezt a lehetőséget? Igen, mindenhol így ment. Ugye a keszthelyen is voltak kedves kis segítőink, akik a film után azok, akik elmentek, és akik úgy érezték, hogy nekik ez megért egy mozi, egy árat, az, mert egyébként a vetítés maga ingyenes volt. De ugyanígy a Békés Csabai, a Benc úrházban is ugyanis ingyenes volt, bár például a Benc úrházért természetesen béleti díjat is fizettünk kellett. De hát kifizettük előre, mert gondoltuk, hogy azért akik eljönnek, azért talán a költségekben igen. Ennyit osztoznak velünk. Igen, de ezek nem sarkos kitételek, tehát aki tud segíteni, az úgyis meg fogja tenni. Az úgyis érti és érzi, hogy ez egy független média, és addig jó, amíg nem, hogy is mondjam, amíg ezt meg tudjuk őrizni. Mert ha nyilván, ha valamelyik politikai párt betolna ide a következő munkánkhoz, amit ugye már többször említettünk is, és tényleg most már egyre intenzívebben foglalkoztat bennünket a magyar őstörténet megfilmesítése,
ha betolna mondjuk valami nagy szervezet ide pár száz millió forintot, hogy akkor el tudjunk Kazasztánba menni, és erre, arra, amarra, akkor azonnal megjelennek az elvárásaik is, hogy minek kell bent tenni, kit kell isteníteni ebben, a fényezni, és hogy és miképp. Úgyhogy mi szeretnénk megmaradni független filmesként. Jó. Hát azt hiszem, ez végszónak nem is egy rossz mondat, amit elhangzott. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. János, nagyon szépen köszönjük. Jó, köszönjük mi is. Köszönjük a nézők figyelmét. Köszönjük szépen.